Az elmúlt hétvégén két fordulóban lépett pályára a komáromi röplabda csapat. Szombaton eléggé nagy csatában a táblázat 6. helyén álló Svidnyi gárdáját győzte le csapatunk 3-1 arányban, és gyűjtötte be a 3 bajnoki pontot. Felvételeink vasárnap készültek, amikor a táblázatban mögöttünk álló Kassa együttesét fogadtunk hazai pályán. Nagyon jó mérkőzést láthattak a hazai szurkolók, ahol csapatunk fegyelmezett játékkal győzte le 3-0 arányban az ellenfelét. A fiúk nagyon jól készítették elő a támadásaikat, és a mérkőzés során minimális hibát követtek el a támadójátékukban. Így Daniel Oravec edző elégedett lehetett a mutatott játékukkal. Jelenleg az Extraligában az utóbbi fordulók jó sorozata után tavalyi bajnok Eperjes gárdája áll a táblázat élén. Mögötte Nyitra következik, a mi csapatunk a 3., és az élbolyt a Kassai együttes zárja. Ha a vasárnapi fordulóban Eperjes legyőzi Nyitra csapatát, akkor a komáromi röplabdások felzárkóznak a táblázat 2. helyére. A bajnokság alapszakaszából még 3 forduló van hátra. Ha ezeket a mérkőzéseket csapatunk megnyeri, akkor egyenes ágon juthatna be a bajnokság döntőjébe.